Kedves nézőink, akik követték a mai adást, azok tudhatják, hogy ma még belpolitika nem volt. De most pótoljuk már is. Köszöntöm Szanyi Tibort, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom miniszterelnök jelöltjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és gratulálok, hogy ki tudtam mondani a nevünket. Kettő darab téma van, amivel én szeretnék kérdezősködni. Kezdjük az elsővel. A miniszterelnök úr is belengedte a minimálbér emelését, 200.000 forintra tartotta. Ugyanakkor azt mondta, hogy hát tervezik ennek a bevezetését. Ez mit jelenthet? És egyáltalán büszkeség az, hogy az ISZOM-nak a programját követi a kormány? Nem teljesen, persze. Nekünk semmi bajunk nem lenne azzal, ha követné, de amit ön említett, az nem az. Igen. Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy jelenleg 167.000 forint a minimálbér, ez 200.000-re fölemelni, főleg három év távlatában, az nem egy nagy trúvány, kivált kép, hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy azért van itt egy eléggé meglendült infláció. Igen. Tehát, hogyha be se jelentette volna a miniszterelnök, ez magától is föl tudna csúszni odáig. Viszont itt hagyj jegyezzem meg azt, hogy ez egy közkeletű problémakör, amikor az emberek azt hiszik, hogy a kormánynak ez ilyen varázsütésszerű művelete, hogy menjen a minimálbér. Tagadhatatlan, hogy az Európai Unión belül a 27 tagországból 21-ben a kormányok határozzák meg a minimálbért, 6 főképpen a gazdag országokban, ott pedig a munkaadók, illetve a munkavállalók alkúja határozza meg. Ez olyan jól szokott általában sikerülni, hogy ők nem is nagyon szeretnék, hogyha a kormány állapítaná meg a minimálbért, vagy lenne valami közös európai minimálbér. Ausztria, Svédország ezeket tudnám itt említeni így hirtelenjével. Mert az nekik azt jelenti, hogy csökkenne. Igen. Tulajdonképpen. Igen. És ezért ezt nem nagyon szeretnék. Viszont csomó országban, ahol nem eléggé erősek a szakszervezetek, vagy hát ebben is persze őrült nagy különbségek vannak, a középgyenge, gyenge, nagyon gyenge, a Magyarországon nagyon gyenge a érdekképviseleti világ. Ezekben az országokban itt a kormánynak van egyféle felelősség, egy képviselete tulajdonképpen, ami azt mondja, hogy hát azért egy méltányos szinten ne menjünk már. És akkor ilyenkor valamilyen jogszabályban határozzák meg. De! És akkor most a vörös szívem már éppen sötétkékbe vagyok öltözve, de az ön vörös pólója az fekete macskával, ahogy kell, helyettesíti. Igen. Azt mondja, hogy, és ezt itt a nézőket szeretném tulajdonképpen egy icipicit orientálni, a munkabérek kérdése az nem valami jogi közgazdasági találmány, hanem az a bérharc kérdése, a munkabér, az átlagos munkabér, a minimálbér, az pont annyi, amennyit a melósok kiharcolnak. Ez egy osztozkodás kérdése. Van egy adott profit, ebből a tőke is azt mondja, hogy ez az enyém, ha neked marad, akkor marad a bérekre. Igen. Vagy pedig azt mondja a melós, hogy na állja meg a menet, itt aztán most én is itt vagyok, és csináljunk egy tisztességes elszámolást. Magyarország ez nincs. Egyébként hadd hozzak egy párt, egy csak példát, hogy Magyarországon olyan gigantikus profitok, és a gigantikus profitokból olyan elképesztő mértékű osztalékok származnak, hogy csak az Audi Hungária az idei esztendőben, a tavalyi válság év után, most figyeljen, 6 milliárd euró, azaz több mint 2000 milliárd forint osztalékot vitt ki. Vitt ki, az Audi Hungária, igen. Hogy mennyi ez a 2000 milliárd forint? A 10 leggazdagabb magyarnak nem az éves bevétel, az összvagyon a 2600 milliárd forint. Tehát nagyságrendileg kimondható, hogy csak az Audi annyi osztalékot hurcolt ki az országból, mint a 10 leggazdagabb magyarnak a teljes vagyona. Miközben szidjuk itt Mészárostól kezdve mindenkit, hogy... Na most, oké, én ezt értem, és ez nem feltétlenül az Audi Hungáriának a
magyarországi teljesítményére vonatkozik, hiszen az Audi Hungária csak él azzal a lehetőséggel, hogy az egész cégcsoportnak a kutatásfejlesztési költségeit itt tudja elszámolni, mert ide hozza Brazíliától kezdve mindenhonnan ezeket a költségelemeket, és akkor itt adómentesen lehet ezt leszámítolni. Tehát van ebben rengeteg truváj, de akkor is az a lényeg, hogy éves átlagban olyan 5-6 ezer milliárd forintnyi osztalékot hurcolnak ki ebből az országból. Ez már a profiton túli, ami megy a tőkések zsebébe. Ez az 5-6 ezer milliárd forint, ez gyakorlatilag nem hogy a mi 250 ezer forintos nettó minimálbérünket tudná fedezni, hanem egy szociális paradicsomot lehetne ebből csinálni. Na most én értem azokat, akik aggódnak a tőkések profitjáért, osztalékáért, stb. És krokodilkönnyeket hullajtanak. Sajnos még a csórók között is rengeteg ilyen van, mert ugye a kapitalizmus logikáját, mi azt mondjuk, hogy pont a kapitalizmus logikáját akarjuk megváltoztatni. És piszkosul nem értünk azzal egyet, hogy itt csak a tőkésekért, meg a cégtulajdonosokért hullajtjuk a könnyeinket, a melósokért meg senki. Hát mi hullajtjuk a könnyünket a melósokért, de visszatérve az ön kérdésére, gyakorlatilag Orbán Viktor, amit mondott, nem derül ki, hogy mikor, bruttó vagy nettó, csak az, hogy 3 év múlva, és hát 200 ezer. Mi meg azt mondjuk, hogy 250 most. Igen. És a Székely Sándor képviselői mostani az egész nyárra vonatkozik, tegnap kezdte, igenis végig gyalogolja, végig járja a kis településeket azzal az üzenettel, hogy haver, neked is lehet 250 a nettó minimálbéred. És ezt azt látjuk az embereken, hogy ezt nem is akarok elhinni. Miközben ez a 250 ezres szint, ez töredéke annak, ami egyébként arányosan például egy német melós, egy osztrák melósnak a bére. Tehát oké, mondom azt, hogy legyen háromszor akkor a német gazdaság fajlagos teljesítménye, mint a magyar. Oké, akkor legyen harmad annyi a munkabér magyar. De nem, hatod annyi, ötöd annyi. Világos. Úgyhogy Orbán Viktor a minimálbéres ötletével, hát menjen a felébe. Elnézést. Lapozzunk. Akkor a másik, minden párt megszólalt az úgynevezett pedofil törvény kapcsán. Volt tüntetés, minden ellenzéki politikus vélemény nyilvánított. Mi az Iszomnak a véleménye? Mit gondolnak erről? Hát mi nem csak gondolkodunk, hanem cselekszünk is. Székely Sándor volt az egyetlen ellenzéki képviselő, aki bement az országgyűlésbe, és ott egy kőkemény nemet nyomott. Az összes többi ilyen zavaros szövegek mentén gyáván elmenekült. Gyáván. Aljadék gyáván elmenekült. Egyedül most jelző nélkül mondani, de minden néző gondolni, de valami pokoli negatív jelzőt, a Jobbik, azért bement és frankon a Fidesszel együtt szavazott. Hozzáteszem, hogy a Fidesz, meg a Jobbik, meg a Mi Hazánk, meg mit tudom, ez az összes ilyen náci ízű társaság. Ez a miniszterelnök jelölt úr saját véleményét hallják. Náci ízű, ezt mondtam. Ez bíróság előtt is nagyon jó védhető társaság. Ez 80%-át jelenti a mai országgyűlésnek. És ebben a 80%-ban ment be Székely Sándor, és megnyomta a nemet. Szerkesztő úr, én nekem itt dohog a fülembe valami. Aki a történet egy picit is ismeri. Amikor a hitleri Németországban megszavazta az akkori Reichstag az úgynevezett felhatalmazási törvényt, aminek egyébként szó szerint ez lett aztán tavaly előtt a magyar megfelelője. Ott a szociáldemokraták úgy nyomtak nemet, vagy nem nyomtak, hanem tették fel a kezüket, hogy mögöttük az SA gépfegyveresei álltak. És még így is volt bátorságuk nemet nyomni. Történelmi tény, aztán mind gázkamrába végezte. De ezek bátor emberek voltak. Most tisztelettel kérdezem, mi a fenének képviselő valaki, aki azt vágja az emberek pofájába, hogy én most nem megyek be, és nem foglak téged képviselni?
Miközben az ország 62%-a a legutóbbi kimutatás szerint amúgy egyébként helyesli például az azonos neműek házasságát. És egy nagyfokú megértés és tolerancia van tulajdonképpen a nemi identitásban. Niná, nagyon helyesen. De így gyáván azt mondani, hogy ő aztán nem egy... Ugyanakkor ennek a hatos fogatnak, egyik ellenzéki hatos fogatnak, egyik erős tagja bemegy és a Fidesz-szel együtt szavaz, ez olyan szinten vérlázító, hogy ez valami elképesztő. És ezen a ponton egyébként szeretném elmondani, én is kint voltam ezen a tüntetésen. Döbbenet, amit láttam. Ez egyáltalán nem a homoszexuáliság parádia volt, vagy bármi ilyesmi. Mindenféle ember, döntően fiatalok, kisgyerekkel, rengetegen, ezek ott voltak, és tulajdonképpen élvezték azt, hogy kifejezhetik az együttérzésüket, a szolidaritásukat mindazokkal, akiket most megbélyegeznek. És én nekem ez e tekintetben a leggusztustalanabb egyébként a főpolgármesternek a magatartása volt. Én kint voltam azon a rendezvényen. Ha jól tudom, ő nem. Ezt nem tudom megmondani. De én azt meg tudom mondani, hogy a honlapján mit népszerűsített aznap, amikor ezt a tegnap, amikor ezt a gusztustalan törvényt megszavazták. Kint ült a meccsen. Miközben, még délután azt mondta, hogy az ellenzéknek nem az országgyűlésben, hanem az utcán a helye. És vigyorog bele a képenbe a meccsről. Abból a stadionból, amiben az egész ellenzék így, hápogott, meg ordibált, meg minden, hogy mindenki meg fog halni, mert fertőző, meg beteg, meg mi az, hogy teltház. És akkor jól láthatóan a Népstadion, vagy Puskás stadionnak a elitzónájába a 150 eurós, 50 ezer forintos jeggyel ott vigyorog nekem a képembe. Mi ez? Mi ez? Világos, én értem. Megbontja éj az ellenzéki egységet, mondjuk ez, hogy a Jobbik elment, és ezt megszavazta. Ez nem egység. Igen. Ez mitől egység, hogy ennek a hat pártnak ebből öt elszalad, pontosabban négy, már a Momentum nincs benne az országgyűlésben, ártatlan ebből a szempontból, négy elmegy, és hüppög, meg püffög, meg Mi az, hogy nem? Engem kellett volna képviselni, haló. És engem csak Székely Sándor képviselt. Meg magát, meg mindenkit. Világos. És nekem nem az a bajom, hogy gyakorlatilag ilyen kérdések az ország és napirendjén vannak. Nekem az a bajom, hogy mert egy törvénynek szelleme is van, hogy a pedofíliát, ami egy undorító, tényleg minden eszközzel üldözendő történet, összemossák a nemi identitással kapcsolatos a szokványostól, vagy mit tudom én, a klasszikustól eltérő, vagy a keresztény értékektől eltérő előfordulását, miközben az ország lakosságának 15-20%-a érintett ebben a dologban, hogy most nem azt mondom, hogy mindenki valahol a melegség napi űzésében van, de azt mondom, hogy a világon mindenütt ezek kimért számok, 15-20% a lakosságnak igenis él az azonos neműekkel való bármiféle kapcsolatszerelem, mit tudom én, valamilyen ez, rövidebb, hosszabb ideig, szóval tök mindegy, most mit beszélünk. Tehát ez az életünknek egy szerves része. Hogy lehet az emberek egy hatodát, egy ötödét megbélyegezni azzal, hogy egy bűncselekmény kategóriával mosom össze, akkor most mondom azt, tessék, csak ennyit mond a törvény, hogy a homoszexualitás népszerűsítése. Mi az, hogy népszerűsítés? Mi most népszerűsítjük, mert róla beszélünk? Remélem nem. A Harry Potter népszerűsíti? A Queen-t, ha meghallgatom, és mindenki tudja, hogy homoszexuális ő volt Freddie Mercury, vastagon vállaltan és és az egész lényéből sugárzik tulajdonképpen ez az attitűd. Most akkor az is népszerűsít nekem? Akkor tiltsuk be az alaptörvényt, mert egy olyan ember alkotta, aki egyébként meleg? Most az alkot, mert nincs is ilyen. Alaptörvény. Most gyakorlatilag a Szájeri alaptörvényt, az most hogyan? Az népszerűsíti, vagy nem népszerűsíti a homoszexualitást? Hiszen a szerzője Kölcsey Ferenc himnusz, tiltsuk be. Mi hol a határ?
Hát ugye Észak-Koreában most már azt is látjuk, hogy ugyanezzel a lendülettel betiltották a dél-koreai zenének a hallgatását, halálbüntetés terhe mellett lehet Észak-Koreában dél-koreai zenét hallgatni. Ez olyan, mint annak idején a legsötétebb proletár diktatúra Rákosista időszakban, hogyha valaki a Szabad Európa Rádiót hallgatta, akkor azt kivégezte, vagy hát azt talán nem, de valami hasonló. Na most, hol ennek a határa? Ki az, aki megmondja, hogy mi minősült népszerűsítésnek, és mi nem? Világos, értettem. Indulatos volt a mostani beszélgetés. Mert ki vagyok bukva? Megértettem, és azt is megértettem, hogy az ellenzéknek másképp kellett volna hozzáállni ehhez a törvényhez. Köszönöm, hogy mindezeket indulatosan, hangosan, de elmondta. Nagyon szépen köszönöm én is, és örülök neki, hogy itt lehettem, és ezt elmondhattam. Köszönöm.